mindenkinek! Szombat reggel van, és elhatároztam, hogy fogok készíteni nektek egy reggeli rutinos videót, mivel nagyon sokan, és mindig ezt kéritek, pedig nagyon sok ilyen videó volt, viszont rég volt most már ilyen videó, szóval arra gondoltam, hogy miért is ne. Mint említettem, ma egy csodálatos szombati napot írunk, ami azt jelenti, hogy most éppenséggel esik az eső, viszont szuper jó programok lennének ma. Először is el szeretnék menni fotózni, kell egy kicsit dolgozgatnunk, mert hát van, amikor úgy esik pont, hogy hétköznap nem dolgozunk tesómmal, és akkor hétvégére pedig akkor több dolog marad. Szóval ma mindenképpen elmegyünk fotózni, és reméljük nem fog egész nap esni az eső. Továbbá szeretnék olvasni, lehet, hogy festeni egyet. Azt terveztük barátnőmmel, hogy a mostani hétvégén kimegyünk a Dunapartra festeni, és mindketten festünk egy festményt, éppen, hogy mi van előttünk, de mivel ilyen érdekes idő van, ezért ebben nem tudom, hogy mi lesz, viszont lehet, hogy ettől függetlenül fogunk találkozni. Az első dolgunk viszont most az, hogy szépen beágyazzak, és rendet tegyek a szobámba, ami nem lesz túl sok idő, mert igazából már rend van. Aztán irány reggelizni. Nos, a mai családi reggelink az tojásrántotta és banánturmix lesz. A banánturmixot nagyon egyszerűen csináljuk, mi vízzel szoktuk, én nem szeretem speciál a tejet, a tejnek az ízét pontosabban, úgyhogy ezért mindig a banánt felvágjuk, vizet teszünk bele, vaníliás cukrot, fahéjat, ilyen kis finomságokat. Továbbá a tojásrántotta sajttal, sonkával, kolbásszal, hagymával, és egy kis jóval borssal fog készülni. Most egyébként az a rész jönne, hogyha nem tettem volna rendet, mondjuk este vagy valami, akkor ezt megcsinálom. Viszont rendet raktam este, úgyhogy most a következő lépésem az az lesz, hogy itt van ez a kis határidőnaplom, és már nagyon-nagyon régóta minden reggel írok, minimum 5, de van, hogy több dolgot, amiért hálás vagyok az életben. Szerintem ez nagyon sokat számít, hogyha egy ilyen kis apróságot is belevonunk a napi rutinunkba, és olyan jó érzés, hogy tisztában vagyok azzal, hogy honnan jöttem, az értékeimmel, mik a céljaim, van egy kis füzetkém, amiben azok is benne vannak, és én ezeket minden reggel és este el szoktam olvasni, úgyhogy ha nagyon szeretnétek valamit az életetekbe, akkor ezt én is tudom javasolni. Szerintem nagyon fontos, hogy mindig köszönetet mondjunk azért, ami van az életünkben, mert higgyetek el, minél jobban a pozitív dolgokra fókuszáltok, minél jobban arra törekszetek, hogy pozitívak legyetek, annál több olyan esemény és történés fog az életedekbe jönni, amiért aztán nagyon hálásak lesztek. Na jó, befejeztem ezt a bölcs gondolatot, most pedig felírom, hogy miért vagyok hálás, utána pedig jöhet a sminkelés és a felöltözés. Nos, aki egy picivel régebb óta követ, az tudhatja jó, hogy a szobámnak ebben a szekrényében van a kis sminkes birodalmam, és most megmutatom nektek, hogy hogyan fogok sminkelni, ezen kívül, hogy mikkel fogok sminkelni, ezeket szinte minden nap szoktam használni, nagyon szeretem őket, de akkor nézzük is. Nos, mutatom is az első fiókot.
Ugye itt vannak a rúzsok, folyékony rúzsok, annyira szép színűk van, most mondjátok meg, gyönyörűek. Egy-két szájfény és egy-két ajakápoló, most ezt a málnás és citromosat fogom használni. Akkor a második fiókomba vannak az ilyen szemtusok, szemceruzák, innen most ezt ki is veszem. Ezt fogom most használni. Akkor itt van pár szemöldökre való termék, itt vannak a szempillaspirálok. Mostanság ezt a Maybelline szempillaspirált szoktam használni. És az utolsó fiókba, amiben sminkek vannak, pedig van igazából kicsit minden. Van itt primer, highlighter, van egy-két szemhéjpaletta is, mert ugye ezek nagyobb darabok, aztán gondoltam, ezeket inkább ide teszem be. Ezeket minden nap szoktam használni, ezek L'Oreal bronzosító és pirosító. Akkor egy kis púder. És itt tartom az ecseteimet is, ugyanis szerintem így kevésbé porosodnak, mint hogyha kint hagynám őket, és nagyon sok ideig, szinte éveken keresztül kint voltak az ecseteim csak úgy az asztalon, és így szerintem kicsit jobbak, amúgy is hetente egyszer minimum azért illik őket kimosni, plusz egy-két sminktermék is van még benne, és most ezt a Maybelline Fit Me alapozót fogom használni. Amúgy pont jó színe van, bár most kicsit barnultam, de szerintem még jó lesz. Közben idehoztam még az arckrémemet, ezt minden sminkerés előtt szoktam használni. Ez a Garnier-nek egy ilyen aloe verás kis géles, ilyen tök vicces, ilyen kis kocsonyás állaga van, és szerintem tök jó sminkerés előtt, mert nagyon gyorsan beszívódik, úgyhogy nem kell sokat várni, hogy végre sminkelhessünk. Alapozással fogunk kezdeni, és ezzel az esettel fogom felvinni ezt a Maybelline Fit Me alapozót, ez a 113-as árnyalat, és egyébként szerintem nagyon jó fedése van, de majd fogjátok látni. Kicsit teszek a kezemre, színi pontokba fel szoktam vinni. Hajtöveknél is mindig eldolgozom. Szerintem nagyon szép fedése van egyébként, és jó lett a szín is, hogyha jól látom. De azért a biztonság kedvéért mindig szoktam vinni a nyakamra is, hogy nehogy véletlen ne egyezzem. Szerintem nagyon szép fedése van, teljesen természetesnek tűnik. Egyébként ezért szeretem régebben, ezért nem használtam alapozókat, mert mindig úgy éreztem, mint hogyha egy vakolat lett volna rajtam. De nagyon kis könnyed, meg jól mattít is, lehet, hogy szinte púder se kellene rá egyébként, hogy mattítson, és 10 árnyalatban elérhető, szóval csak tudom nektek ajánlani. Annyira szeretem ezt a bronzosítót, annyira szép színe van. Most pedig jöhet a szemceruzával a túlsvonal húzás. Úgy gondolom, hogy ha esetleg kezdők vagytok, vagy nem tudjátok még, hogyan húzzátok meg a túlsvonalatokat, ezt a kis cicásat, akkor mindenképpen próbáljátok ki szemceruzával, ugyanis nagyon könnyű javítani, és szerintem nagyon szép végeredményt kölcsönöz, de majd most fogjátok látni. Én úgy szoktam csinálni, hogy a pupillámtól kezdem a szemtust. Van, aki innen bentebről kezdi, de nekem az valahogy úgy nem fekszik. Szóval a lényeg az, hogy én innen a szemem közepéről szoktam igazából kezdeni, és amint húzom ki, picit mindig vastagítok rajta, és aztán pedig ugye itt van az alsó vízvonalunk, és én úgy szoktam csinálni, hogy minthogyha ezt a vonalat folytatnám, úgy húzom a kis cica farkincát, úgymond a túlsvonal végére, és aztán összekötöm a kettőt, és gyönyörű! Nagyon fontos, hogy krémes szemceruzával dolgozzatok, mert sokkal könnyebb, mint hogyha nem lenne krémes. Most pedig jött a szempilláspirál. Annyira szép, mély fekete színe van. Oh.
fotózáshoz elővettem ezeket az ékszereimet, ezt a karkötőt fogjuk most befotózni, és ehhez pedig ezt a szettet választottam, ezt a fekete csinos kis felsőt, és ezt a farmer nadrágot, ami kicsit ki van szaggatva. Majd lesz egy felső csere, mutatom a másikat. Ez lesz a második posztnak a felsője, tök aranyos, az ujját is meg lehet kötni kis masnira, meg minden. Nagyon aranyos, és már nagyon rég volt rajtam, úgyhogy most újra felveszem, és az Instagramon majd mind a kettő képet láthatjátok. Jó napot! Hogy lehet ilyen szép? Amint láthatjátok, még fotózunk, közben egész jó idő lett, úgyhogy eljöttünk, és megcsináltuk azokat a képeket, és még csináljuk azokat a képeket, amiket szerettünk volna. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, és találkozunk a következőben. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! I'm losing dreams.